Ebben az autóban olyan meleg van, hogy ez a régi hőmérő már nem is tudja mutatni, 45 fok feletti a hőség. De emellett az UV-sugárzás is többször extrém magas, ami emberre és gépjárművekre egyaránt ártalmas. Az autó élettartamára is jótékony hatású az UV és hőstoppos árnyékolás, a nyári hőségben jelentősen javítja az életminőséget, ha a lakás nyílászárói hőszigeteltek, amelyeknek a hatásfoka tovább növelhető a megfelelő árnyékolás technikával. A külső árnyékolás az, ami igazán megfogja a hőt, és nem a belső. Ezen túl azért vannak az épület körül olyan felületek, teraszok, télikertek, amiket szintén érdemes árnyékolni. Én mindig azt javaslom, hogyha lehet, egy fix tetőt építsenek, akár polikarbonát héjalással, akár zsindelyes megoldással. A szakemberek az elmúlt években ugrásszerűen növekvő igényt tapasztalnak az árnyékolásra és a klímaberendezésekre egyaránt. Esetben nem számít neki tenni a mennyezetnek, mert a felülről szívja a levegőt, és alulról fújja ki majd. Ez az új autószerelő műhely eleve úgy készül, hogy klímaberendezéssel fogják hűteni és fűteni is. A szakember szerint egy átlagos lakás élhető klímája a hőségben napi pár száz forintos költséget jelent. Az új ingatlanok nagy része már ilyen berendezésekkel épül, de egyre többen szereltetnek évközben is. Egy-egy nap után úgy átmelegszenek a lakások, hogy nem tudnak aludni. A műhelyekben nem tudnak dolgozni. Tehát igen. És ugye van két réteg, egy, aki szól mondjuk évelején, hogy az a lényeg neki, hogy meglegyen májusban, meg van, aki mikor megjön a jó idő, és ő neki meg azonnal kellene. Aki a forróságban dönt csak arról, hogy klímaberendezést szeretne, valószínűleg a jövő szezonig várnia kell, hiszen nagyon sok munkájuk van a szakembereknek.